Sátoraljai Újhely város önkormányzata egy 10 évre szóló városfejlesztési koncepció kidolgozásán munkálkodik. Az elmúlt év őszén 5 bizottság állt fel azért, hogy kidolgozzák, megkeressék azokat a lehetőségeket, melyek fejlődést hozhatnak a következő években Sátoraljai Újhelyben. Ezek a bizottságok elkezdték a munkájukat, még nagyon sokan becsatlakoztak hozzájuk, hiszen ez egy nyitott közösség, és nagyon sok ötlet is előkerült. És ahogy ígértük, mint ahogy mondtuk is, ezek az ötletek, ha nem is mind, de jó részük folyamatosan fölkerül a város honlapjára. És nem csak fölkerül, hanem azért van ott, hogy inspirációt adjon azoknak, akik olvassák, hát ha másoknak is vannak elképzelései, ezeket is nagy szeretettel várjuk még most. Az ötletek 7 csoportra lebontva jelennek meg a város honlapján, mégpedig egészségügyi, szociális terület, gazdaság, idegenforgalom, ifjúság és sport, oktatás, kultúra, városmarketing, valamint városrendezés, közlekedés és köztéri alkotások. A kategóriákon belül számos elképzelés van már, melyeket a lakosság értékelhet 1-5-ig. Az átlag alapján látni fogjuk, hogy egy-egy elképzeléssel kapcsolatban mi a városnak, az itt élőknek a véleménye. Mennyire tartják jónak az elképzelést, vagy kevésbé jónak, hiszen ez a 10 éves program, ez nem rólam, nem az itt lévő 5 csoportban munkát vállalókról szól, hanem mindenkiről, aki itt él a városban. Tehát mindenki véleményére kíváncsiak vagyunk. Ez egy kicsit interaktívvá is teszi ezt a megvalósulást. Ezen a héten a bizottságok még az ötletek között válogatnak, majd májusban ülnek össze újra a tagok. Akkor már sorrendet állítunk föl, sorrendet és időbeli elhelyezést is megpróbálunk, és a legvégén pedig majd nyár elején egy végleges, szöveges anyag kerül a birtokunkba, amit aztán egy kis füzet formájában közel is tudunk adni.